A, B és C típusú besorolás. Az A salátának, a B főznivaló és a C sütnivaló krumpli. A vásárlók ezentúl tájékozódhatnak arról, melyik fajta burgonyából milyen étel készíthető, a termék pontos fajtájáról és származási helyéről is. Az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményeket rendelet szabályozza. Minőségi előírásokat tartalmaz, fajta előírásokat tartalmaz, felhasználási előírásokat tartalmaz, illetve a csomagolás is szabályozza, hogy csoportba kell szedni, hogy milyen csomagolóanyagokon milyen jelölésnek kell szükségesnek lenni. Amennyiben nem megfelelő egy burgonya jelölése, azt már a korábbi zöldség-gyümölcs ellenőrzések során egyéb növényeknél tapasztalt módon, ha nem biztosított a nyomonkövetés és nem megfelelő a címkézés, akkor a hatóság eljár abban, hogy ezeket rendbe teszi, illetve ha először figyelmeztetünk, utána a bírság kiszabásával is próbáljuk rákényszeríteni a termelőt, a forgalmazót a szabályok betartására. Egyébként szigorú szabályozás alá esik a burgonyatermesztés egész Európában, mert a növény nagyon sok betegséggel küzdhet. A fertőzések ellen pedig védeni kell nem csak az áru burgonyát, hanem a vető burgonyát is. Nagyon sok olyan betegsége van, ami komoly problémákat okozhat. Nem csak maga a gumó romlását okozhatja, hanem a termő területen is komoly fertőzéseket okozhat, ami a burgonya félék családjában nem csupán a burgonya, hanem a dohány, a paradicsom, paprika megtermelését is akadályozhatja. A zöldségfélék közül a legtöbb burgonyából fogy. Egy átlagos háztartásban egy évben 67 kg-nyit használnak fel. Nagy gyakorisággal kerül a családok asztalára burgonyás ételféleség. Egyébként friss áru, zöldség és gyümölcs vásárlásakor itthon fontos a fogyasztónak a magyar eredet.